Én a te körödben még nem mertem átfordulni. Miért? Mikor tetszett elkezdeni? Évzáró vizsgaelőadásnak lehettek tanúi a Hévízi Általános Iskola tanulói. A csortulásig telt előadóteremben a színjáték tanszak tanulóinak köszönhetően a deszkákra költözött a színház, tánc, próza és rövid komikus iskolai történetek formájában. A közönség végig együtt élt az előadással, annak minden rezdülését lereagálta, tapssal, jókedvű nevetéssel jutalmazta. Az a helyzet, hogy a témát az mindig az adott csoport adja meg, mert gondolkozom mindig, hogy most őrájuk mi vonatkozhat, mi az, ami nekik jól állna. Ebben az évben 5 felső tagozatos leány van, és 7 vannak alsó tagozatosok. 2 vettem a csoportot a bemutató alapján, tehát 2 táncot fognak látni, és 2 darabot. És hogy őszinte legyek, nagyon sokszor nekem kell kreatívan gondolkoznom, hogy ehhez az 5 lányhoz, vagy a kicsikhez melyik előadás való. A színjátszó csoport nem csak művészet és hobbi, hanem egyben egy közösség is, ami új barátságokat szül. A közös érdeklődés több éven át is összekötheti a tanulókat. 6 éve csinálom. Igazából nagyon szép emlékek fűznek ide, mert ugye a bátyám is ide járt, vele is együtt tudtunk működni, csomó barátot tudtam szerezni, kialakult itt egy kis családias körzet, és nagyon boldogan jövök minden nap drámára. A színjáték tanszak évzáró előadása teljes egészében megtekinthető a Hévízi Televízió internetes felületein.